Sziasztok! Most egy olyan kis hol videóval jöttem, amit így a gyereknap ihletett, illetve az, hogy eszembe jutott, hogy hoppá, én nem is vettem gyereknek semmit ajándékot gyereknapra, mert hogy mostanában annyi ajándékot kapott, hogy úgy nem tudom, úgy voltam vele, hogy nem tudom, nem volt bennem ez a késztetés meg, hogy most én ajándékot akarok neki adni, mert hogy annyit adtam neki mostanában, már annyi mindent kapott, többek között nagyobb ajándékokat is, úgyhogy ez így kiment a fejemből, meg igazság szerint ez a hülye időjárás is, hogy annyira egy hűvöses, meg mit tudom én, hogy semmi nem volt bennem ez az érzés, hogy most gyereknap jön, tudjátok, hogy miről beszélek, tehát nem volt bennem az, hogy gyereknap közeledik, itt a jó idő, már hú, már minden, úgy nem tudom, és akkor tudatosult bennem a hét elején, hogy bakker, hétvégén gyereknap van, és a gyereknek valami ajándékot kéne venni. Úgyhogy most bementem, és már vettem fel egy pepkós videót, hogyha nem láttátok, akkor keressétek vissza, mert szerintem azt előbb fogom kitenni, mint ezt. Meg van ott az Osamben nálunk egy kínai bolt, és akkor bementem oda is, úgyhogy ott is szedegettem össze ezt-azt. Lássuk gyorsan, hogy mi is, mert nem kell a gyerekérményet. Na, mutatom akkor sorjában. Ezt vettem. Ez egy olyan hinta, tudjátok, aminek a közepén lóg a kötél, úgy kell felakasztani, itt van hozzá ilyen fém kampó, és akkor ugye rá kell ülni, és akkor úgy kapaszkod, és akkor úgy tarzan hintázunk. 3590 forint volt. Nem volt valami túl olcsó amúgy, de én amikor megláttam, mondtam, wow, mondom, ez tök jó. Mondom, nem is tudom, nem is láttam ilyet úgy mostanság. És eszemágában nem volt, hogy ilyet is lehet kapni, nem is volt így gondolatomban, viszont megláttam, és mondom, nem tudom, gyereknapra szoktunk ilyen szabadtéri dolgokat is venni inkább, úgyhogy ezt megkapja most gyereknapra egy ajándéknak, mert kap egy pár mindent, úgyhogy ez az első, 3590 volt, jó, ide-oldalra teszem, aztán hát most ez nem egy nagy valami, ez csak úgy, tehát ezt hétköznap is megveszem. Ez 450 forint volt, ez egy ilyen fürdőkesztyű, ami ilyen halacska formájú. Szeret fürdeni, habfürdőzni, és akkor mondom, majd eljátszik vele, hogy beledugja a kis kezét, és akkor ugye ezzel fürdik. Hát most nem egy nagy valami. Igazából nem egy tipik ajándék, de ilyen kis apróságnak jó. Aztán mutatom még, amit neki vettem. Ez egy tányér, szereti nagyon ezt a minyon vonalat, 990 forint volt, hát ez sem volt egy túl olcsó, viszont nagy, tehát ez nagy méretű, meg mély is, amit látjátok, van neki egy kis mélysége, nem tudom másképp mondani, tehát mélyebb tányér, nem az a nagyon lapos, úgyhogy szerintem jó, mert van neki egy pár darab, van ami szintén ilyen műanyag, van ami melamin, valami porcelán, de már tudjátok, sokat mosogatógép, lekopik a minta, akkor van olyan melamin, aminek így ez a fóliázott része fölpupujkásodott, és azt úgy már én kidobom, tehát mikor már ez a festék, meg minden így elkezd így fölválni, az már nem egy nagyon jó dolog. Ez az egyetlen egy darab volt, úgyhogy mondom, ezt megveszem neki, hát most úgymond fogyóeszköz, de legalább olyan cuki pofa. Na, akkor van még itt egy. Ez sem olyan tipik ajándék, de olyat vettem neki, amit tudtam, hogy örülni fog neki. Ugyanis ugye személyigazolványa már neki is van, meg van TB kártyája, meg lakcímkártyája. És ugye az enyém tartóban van, az enyém egy ilyen kis csatos kis tartóban van, és akkor anya, az enyémet miért oda teszed, ahol a tied van? Hát mondom, mert most neked mondom, még nincs úgy külön, hogy most személyigazolvány tokmény. De nekem is kell egy olyan tartó, amiben én is belepakolom az igazolványaimat. Úgyhogy egy ilyet találtam, ami kellőképpen fiús, gyerekes motorkerékpárok vannak rajta, robogók, egyebek, mit tudom én, mik ezek ilyen, mint egy cross motor olyan is van, mint egy Simpson olyan is van. Hát ódalkocsis, ez pont nincs, pedig azt hittem, hogy az is lesz rajta, de nincs. Mint egy Harley Davidson, olyan is van, kis robogószerű. Úgyhogy ezt vettem még neki, ez 300 forint volt, itt van rajta az ár, ott van 300 forint. Jó, akkor, na hát, nézzétek, Tetris.
Amikor én gyerek voltam, én már ma hónap 40 éves vagyok, úgyhogy a körül gondolkozzatok. Tehát amikor én gyerek voltam, nálunk volt a Tetris nagy divat, annak idején így a 90-es években, és ez 890 forint volt csak. Azt hittem, hogy egyébként drágább lesz. És akkor úgy gondoltam, hogy veszek a gyereknek, mert ehhez nem kell nagy tehetség, és tök jól el lehet vele szórakozni, és mégsem az az elvont videójáték jelleg, és mondom, egy kis ökörködni, mondom, tök jó lenne neki vele szerintem. Úgyhogy, meg még lehet, hogy én is fogok, meg az apja is fog vele játszani valószínű. Úgyhogy 8,90 volt ez a Tetris. Remélem fog neki örülni, volt sárgába, rózsaszínbe, pirosba. Igen. Ez egy dino. És egy elmebeteg dolog amúgy, hogyha ezt így megnyomjuk, akkor ennek így kijön a bele. De még ráadásul megpróbálom közelebb tenni a mikrofonhoz. Halljátok? Ilyen szotyogós hangja van. Úgyhogy itt van a dino. Ó, majd nem bekapta az orrom. Úgyhogy... ez egy ilyen dino, és akkor mondom, ilyen, nem tudom, tehát azért én is tudok hülyeséget vásárolni. Ez 300 forint volt, igen, 300 forint volt, tehát most nem egy nagy összeg, hanem hát, mit tudom én, most dinós, most szereti a dinókat, idáig nem érdekelte egyáltalán. Jaj, de fura, úristen, ez a zselés golyók vannak benne. Jó, akkor, igen, na most ezen meg lehet hökkenni. De a gyerekem villamossági. Nagyon, über brutálisan, nagyon szereti a villamossági dolgokat. Tehát volt olyan, hogy hosszabbítót kapott. De csak úgy, hogy nem születésnapjára nyilván, hanem így voltunk a városban, anya, de nem azt mondta, hogy anya kis autót vegyél, vagy anya vedd meg azt a kombányt, vagy anya vedd meg azt a nem tudom furikot, hanem anya, vegyél nekem kapcsolós télosztót. És akkor tudom, hogy nézzek a boltba, hogy gyerek, mi van ezzel? És megvettem neki a kapcsolós télosztót, és egész délelőtt, egész délután azzal játszott, és nézegette, és minden. Úgyhogy szoktuk neki mutatni, hogy működnek ezek a dolgok. Meg hát ő is már jobban tudja, hogy mit hova kell csatlakoztatni. Időkapcsolója is van, mozgásérzékelős lámpája is van, fejlámpája van. Akkor mit szeret még? Ventilátorokat nagyon szereti, ez ilyen forgós dolgokat. Tehát... és akkor megláttam, hogy van egy ilyen, hogy ez három LED lámpa, és távirányítóval működik. Lehet a fényes fényerejét, illetve be lehet időzíteni, hogy meddig világítson. Ez 3000 forint volt. Hát ahhoz képest végül is nem volt drága, mert mondjuk, ha azt veszem, akkor egy olyan ezresben van egy, meg hát a távirányító. Annyira nem volt olcsó sem, de azt sem mondhatom, hogy annyira nagyon drága volt. Hát 2990 forint, igen, 3000 forint volt. Úgyhogy ezt kapja még ajándékba pluszban. Valószínűleg fog neki örülni. Igen, akkor mi van még itt neki? Ja igen, pont most mondtam a kapcsolós télosztót, ezt is kapta ajándékban. És tényleg, tehát biztos van az én gyerekemen kívül is olyan, aki ennyire szereti ezeket a műszaki dolgokat. Hogy is hívják ezt a műszert, amivel a falban kimutatják, hogy a férjemnek van ilyen az áramot, a vezetékeket meg lehet keresni, hát olyan, és hát úristen, csipogtassa végig az egész lakásban, anya itt megy az áramot, megy az áramon, úristen, gyerekem, villanyszerelő lesz, és mondja, hogy ő villanyszerelő lesz, ha nagy lesz, hogy ez egy ilyen kapcsolós télosztó, 1390 forint volt. Jó, és még ami utolsó, ami neki, az ez egy ilyen, hát pörgentyűnek hívjuk mi, de amúgy drónlabdának is szokták hívni. Ez nem tudom, hogy miért van itt rajta ez. Ezt kérdeztem is. Hát mondták, hogy az ára volt rajta. Hát én nem értem, hogy miért. Viszont ki lett próbálva, és működött. Úgyhogy hát remélem, hogy jó lesz. Nem tudom, most egyébként most veszem észre, hogy ez itt meg is van karcolva. De ez az egyetlen egy utolsó darab volt belőle, és mivel mondtam, hogy imádja ezt a minyonos figurát, ezért mondtam, hogy ezt mindenféleképpen szeretném megvenni neki.
Úgyhogy ez 2990 forint volt, van neki töltője, ott van benne a töltője, úgyhogy ez egy ilyen kis pörgentyű. Jó, és akkor ez ami az övé, aztán én vettem ezt, nevessetek ki, de tényleg, tehát nagyon rosszul szoktam lenni, mondjuk így, hogyha autóval, vagy buszon, vagy valahogy közlekedek nyáron, és nagyon meleg van, és vettem egy ilyen legyezőt, ami szerintem, most csak átlagosan nézve, volt ilyen kínai, vagy japán, vagy milyen minta, tudjátok, ezek az ilyen fák, meg indák, meg ezek a gésák rajta, meg ilyenek, átmondtam, hogy jó, olyan nem veszünk. De ez egy ilyen szivárvány színű, szerintem nagyon cuki, és 300 forint volt. Jó, akkor ezt a férjemnek vettem. Ez egy terepmintás baseball sapka. Amúgy szerintem nekem is jól áll. Van is baseball sapkám egyébként, csak nem szoktam hordani mostanában. De kök jól áll, tényleg. Nem? Vagy nem áll? Jó, inkább leveszem. Úgyhogy ezt vettem neki, mert ő nagy terepszínű, tehát ő nagyon szeret a terepszínű dolgokat, a tölgyfalevél mintásat is, ugye. Úgyhogy ezt, hoppá, vettem neki. És van még egy gyerekem, a fiamon kívül van egy lányom, a Léna, aki egy német juci, és ő is kap gyereknapra egy 790 forintos ilyen erős, jó, ez über brutál erős, nagyon erős kötél, és akkor van egy kis labdesz. Úgyhogy ennyi. Igen, nincs benne más. Úgyhogy ennyi kis motyókát vettem. Úgyhogy ebből lesz neki összedobva egy kis szülinap, nem szülinap, már miről beszélek, gyereknapi ajándékcsomag. Na, úgyhogy köszönöm szépen, hogyha itt voltatok. Hogyha megnéztétek ezt a videót, dobjatok egy lájkot, és iratkozzatok fel a csatornámra, ha még nem tettétek, és így nem fogtok lemaradni a további tartalmakról. Köszönöm szépen, hogy itt voltatok még egyszer, puszi nektek, sziasztok!